Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják, Gyala Jázmin Grace vagyok. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorban. Március 15-én ünnepi műsor elevenítette fel a múltat Dombóváron. 200 millió forintos fejlesztést adtak át Csikóstöttösön. Svábbált tartottak Kocsolán, honismereti völgyfoglaló a Nyergesben. Koszorúzással és ünnepi műsorral emlékeztek a 174 éve történt forradalom és szabadságharc eseményeire Dombóváron. A rendezvény egy másik szemszögből közelítette meg a történelmi eseményt. Dombóváron az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alkalmából tartott ünnepi megemlékezés csendes koszorúzással kezdődött. A szoborparkban Kossuth Lajos szobránál helyezték el az emlékezés koszorúit város előjárói, helyi szervezetek képviselői és a megemlékezők. Különleges az idei március 15-e, és sajnálatos aktualitása van a szomszédunkban dúló háború miatt. És ami elsőnek eszembe jut az idei ünnepről, hogy a márciusi ifjak 12 pontjában benne volt, hogy magyar katona ne kerüljön külföldre, hanem csak honvédőháborúban vegyen részt. És ez összekapcsolódik azzal a gondolattal, amit szerencsére megélünk ma, hogy Magyarországnak eltökélt elhatározása, hogy ebből a háborúból kimarad. És ilyen módon a március ifjaknak ezen követelése az teljesülni is fog, és ez nagyon örömteli. Azzal együtt, hogy rettentően szomorú ez a háború, és nyilván mindent el kell követni, hogy minél előbb vége legyen a végrontásnak. A Városi Művelődési Központban folytatódott a megemlékezés, ahol a Tolna Megyei Szakképzési Centrum, Apácai Csere János Technikum és Kollégium műsora emlékeztette a jelenlévőket, a márciusi ifjakra, a szabadságharc hőseire. Magyar Falviné Haszonics Krisztina hívta fel a nagyszámú közönség figyelmét arra, hogy Jókai, Petőfi, Vasvári mellett számos hölgy, feleség, anya vette ki a részét a különleges történelmi pillanatból, sebesülteket ápolva, aggódó anyaként vagy férjeik odaadó támaszaként. A reformkor nemzeti lelkesedése természetesen a magyar nőket is magával ragadta. Sokan aktív részesei voltak a márciusi forradalomnak, többen fegyverrel harcoltak a szabadságharcban. Mindannyiunkban tiszteletet ébreszt az az óriási lelkesedés, erő, akarat, önfeláldozás, amivel a magyar szabadság kivívásáért küzdöttek. Sokan a tragédiából való felocsúdást követően talpra álltak, és minden energiáikat a nemzeti emlékezet ébrentartására fordították. Voltak, akik sohasem feledtek, és nem tudtak megbocsátani a hóhérnak, Ferenc Józsefnek. Az iskola által összeállított műsorban a diákok a nők szemszögéből mutatták be az 1848-49-es forradalom és szabadságharc legfontosabb pillanatait, helyszíneit, érzéseit. Napra magyar, híja haza, itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés, választatok. A magyarok istenére, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Az apácaisok által az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 174. évfordulójára összeállított műsorban megelevenedett többek között a magyar nőnevelés egyik úttörőjének, Teleki Blankának, valamint a tábori kórházak főápolónőjének, Kossuth Lajos legfiatalabb húgának alakja is. A esti hírlapban megjelent felhívásomra a nők tömegesen jelentkeztek ápolói szolgálatra. A helyzetem sajnos nem könnyű. A hadsereg vezetői közül többen vonakodnak egy nőnek engedelmeskedni. Mégis egy európai viszonylatban is úttörő módon szervezte meg a hadiápolást. Dombóváron méltóképpen emlékeztek az 1848-49-es szabadságharc hőseire. Közel 200 millió forint pályázati forrásból építettek korszerű csapadékvíz elvezetési rendszert Csikóstöttösön. A fejlesztés az elmúlt évek legnagyobb beruházása volt a településen. A Tolna megyei közgyűlés elnöke Fehérvári Tamás az átadó ünnepségen kiemelte, a terület és település fejlesztési operatív programnak köszönhetően összesen 40 milliárd forint európai uniós támogatás jutott a Tolna megyei településeknek. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Fehérvári Tamás megyei közgyűlési elnök és Krebl Imre polgármester együtt vágták át a nemzeti színű szalagot, amely Csikóstöttös életében egy régóta várt pillanat volt. Közel 200 millió forint pályázati támogatásból építettek korszerű vízelvezetési rendszert a Szabadság és a Béke utcában. A fejlesztés az utóbbi évek legnagyobb beruházása volt a településen.
Azt gondolom, hogy a területi operatív program elmúlt időszaka Tolna megyében egy sikertörténet. Fehérvári Tamás kiemelte. Tolna megyében mintegy 40 milliárd forint pályázati forrás jutott a terület és területfejlesztési operatív programnak köszönhetően. A megvalósult fejlesztések az itt élők boldogulását, jobb életminőségét egyaránt szolgálják. Ugye az elején úgy indultunk, hogy az Európai Unió hazánkkal megállapodva 27,5 milliárd forintnyi összeget szánt erre a térségre, erre az országra, és ezt a pályázatok le is fették bőven, tehát ennél egyharmaddal körülbelül több pályázat igény érkezett be. De menet közben ugye kiderült, hogy van, ahol nem használtak fel pénzösszeget, van, ahol kaptunk plusz támogatást, ugye az infláció, meg a benzinárak, meg a különböző építőipari árnövekedések miatt, és így eljutottunk egészen a 40 milliárd forintig. Tehát az előző ciklusban Tolna megye 40 milliárd forintnyi összeget használt fel a területi operatív programra szánt Európai Uniós forrásokból. A program folytatódik, a következő években a tervek szerint még több támogatási forrást kap a megye. Most ez a 45 milliárd forint, ugyanis ebben a ciklusban várhatóan annyit deklarálta a forrás elosztás, azt jelenti, hogy még több lehetőségünk lesz, nem nekünk, hanem konkrétan elsősorban a településeknek, hiszen a megyei összefogó, koordináló és szervező feladatot lát el. Állunk elébe ennek is, és remélem, hogy a települések megelégedésére fogjuk végezni a munkánkat. Megtörtént az érintett szakaszokon a műtárgyak karbantartása is, tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag ezzel egy faluszépítő műveletet is hajtottunk végre. Otápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője hangsúlyozta. A beruházással nem csak a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék okozta problémák oldottak meg, de a településkép is nagy mértékben javult. Közel 200 millió forintos beruházásról lehet beszélni. Egyébként azóta nem nagyon esett az eső, amióta elkészült a beruházás, de hát valószínű, hogy nagy számok törvénye alapján azért majd sajnos, vagy nem sajnos, de ennek szolgálnia kell. És nem csak arról van szó, hogy ezt a problémát oldottuk ezzel meg, hanem gyakorlatilag a település rendbetétele is, külsőleg is szebb lett ezzel a település, úgyhogy ezért is volt fontos ezt megépíteni. A villámárvizek a Szabadság és a Béke utcában veszélyeztették az ingatlanokat, ezért ezeken a területeken volt a legnagyobb szükség a csapadékvízelvezető rendszerek korszerűsítésére. A domboldalon hirtelen lezúduló víz az alatta levő családi házas részen, házak udvarába betört, lakásokba, garázsokba tett kárt. Ezzel szerintem nagyon-nagyon sokat tudtunk előre lépni, hogy megvédjük a házakat ezektől a hirtelen lejövő vizektől. Egyik oldala, másik oldala, hogy meg is szépült ez az utca, mert egységes hidak, autóbejárók készültek. A kivitelezés 4 hónap alatt készült el. A Szabadság utcában egy bizonyos műszaki tartalommal, mégpedig zárt csapadékcsatornában 50 cm átmérő betoncsőbe tereljük a közterületre eső csapadékvizet, és ez kerül a már meglévő Hunyadi tér utcai csapadékvízelvezető árokba. Ennek a szakasznak a kivitelezése szinte teljes mértékben korlátozta a lakóknak a forgalmát, ezért ideiglenes közlekedési útvonalakat kellett kijelölni, és az útburkolat bontásával 1 méter, 1,5 méter mélyre került le ez a zárt csapadékvíz csatorna. Ennek az kivitelezési munka után teljes burkolat helyreállítás történt, és úgy adtuk vissza a forgalomnak a területet. Nagy mértékben korlátoztuk a lakóknak a megszokott életritmusát, de az alatt a 2-3 hónap alatt, amíg a kivitelezés folyt, nagyon nagy türelemmel és készséggel fogadták, és semmilyen lakossági felháborodás nem volt, ezt köszönjük is ezúton, és a végeredmény pedig remélhetőleg őket szolgálja. A Béke utcában pedig nyílt csapadékvíz elvezető árkokat építettek. Az elmúlt évben több beruházás is megvalósult a kis településen. Faluba átalakultak a belső terek, utcabútorokat vettünk, buszmegállónk, buszvárainkat újítottuk fel. Ez líderes pályázat.
feladva volt 5 millió forintunk erre, a sportöltözőnél energetikai korszerűsítésre nyert a Kaposszegcső-Csikostöttő Sportegyesület. Az megvalósult, az is nagyon rövid idő alatt a napelemrendszer el tudja látni a komplett melegvíz fűtés rendszerét az épületnek. A falszépítő horgász egyesület az egy 5 millió forintos pályázaton nyert, a civil pályázatba nyert egy Fiat kis teherautót, amit az önkormányzatnak adott át használatra. Ez a falu ellátását tudja biztosítani, anyagszállítást, hogyha gépeket kell hozni, vinni. Erre tudjuk azt használni. Eszközbeszerzésre is nyertek pályázati forrást, az önkormányzat 12,5 millió forintért vásárolt többek között pótkocsit, árukásógépet, kaszát, amelyekkel a közterületeket tartják rendben. Potápi Árpád János államtitkár azt mondta, a Magyar Falu program sikerén felbuzdulva a kormány idén is támogatja a vidéki kistelepülések fejlődését. 2022-ben is újabb 70 milliárd forinttal írta ki a kormány a Magyar Falu pályázatokat, a program pályázatait. Különböző célokra már rengeteg pályázat érkezett be, ezeket most folyamatosan bírálják. Remélem az, hogy minél több településnek, minél több elgondolása nyertes lesz. A településvezetés a jövőben is minden pályázati lehetőséget szeretne kihasználni, hogy Csikostöttös továbbfejlődjön. Két év kihagyás után ismét megrendezték a Schwab-bált Kocsolán, amely több mint két évtizedes hagyomány a település életében. Közel 150 vendég vett részt a zenés-táncos rendezvényen, amelyre a német testvértelepülés delegációja is ellátogatott, valamint több Kocsoláról elszármazott lokál patrióta is visszatért a szülőfalujába. A Bonyhádi Kranzlein Néptánc Egyesület tánccsoportja nyitotta meg a hajnalig tartó mulatságot Kocsolán. A járványügyi korlátozások enyhítésének köszönhetően a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a településvezetés két év kihagyás után újra meg tudta rendezni a Schwab-bált. Nagyon régre nyúlt hagyománya van, és nagyon sok ember érdeklődik ez iránt a hagyományos Schwab-bálunk iránt. Nem tudom, 20-25 éve megrendezzük. Az elmúlt két évben nem sikerült sajnos a pandémia miatt, de örülünk, hogy most újra itt lehetünk. Nem múlhatott el egyetlen jelentős esemény sem a rozmaring jelenléte nélkül a sváboknál, ezért mi is egyszer rozmaringgal kedveskedünk vendégeinknek, visszahozva ezt a régi szokást, és ez a tisztaságot és az egészséget jelképezi, és kívánunk ezúton is mindenkinek nagyon jó egészséget. Nagyon örülünk, hogy ezt a mai napot meg tudtuk szervezni, ugyanis 2019. március 25-én volt utoljára bálunk itt Kocsolán, és végre, ahogy csillapodott kicsit a járványhelyzet, így ezt a rendezvényt meg tudtuk valósítani. Igazából nem mertünk az elején nagyon készülni rá, mert nem tudtuk, hogy egyáltalán mi vár ránk, vagy egyáltalán tudunk-e valamilyen rendezvényt tartani, de hála Isten, hogy sikerült, és elég szép számban jelentkeztek. Úgyhogy közel 150 fős bált tudtunk így megrendezni. Egy svédasztalos vacsorával készültünk, és a Bonyhádi tánccsoport fogja a műsort adni. Mi számítunk hát egy fergeteges nagy bulira, mert szerintem mindenkire ráfér ez a hangulat, hogy egy jó hangulatot ide varázsoljunk. Egy kikapcsolódást, egy beszélgetés, baráti beszélgetést, és egy zenés-táncos összejövetelt. A rendezvényre a német testvértelepülés delegációja is ellátogatott. Hajrodéból a testvértelepülésünkről érkeztek egy hétfős delegáció. Ők minden alkalommal, amikor Schwab-bált tartunk, el szoktak jönni, és amikor még szeptemberben szüreti felvonulást szoktunk tartani, akkor is ők részt szoktak venni, és mi pedig július végén szoktunk hozzájuk elmenni, mert ők akkor tartják a falunapokat. Ez egy kisfős település, 350 fős település, és ez lassan 10 éve tartó kapcsolat. Mi már többször telekonszunk egymást, Heindl úrban és itt,
mindig sok embereken jövünk, és itt a Schwabalhez megyünk, a Kocsolaik, a Sützenfesztre jövünk, és minden ember nagyon tetszik itt, és remélem a Kocsolaik ott is. Sok barátok van most, egymást nagyon jó ismerünk, és nagyon jó bulizunk egymást, és a legfontosabb az a barátság. Nekem a mai nap nagyon fontos, mert két éves nem volt valamilyen bulit, mi nálunk se, a vírus miatt, és ezért nagyon vártunk az a napra, és most örülünk, hogy lesz. Kocsoláról elszármazott lokálpatrióták szintén visszatértek szülőfalujukba, és olyan vendégek is eljöttek a bálba, akiket egy-egy élmény hozott a tolnai kis faluba. Természetesen a lokálpatriotizmus, imádom a falumat a mai napig, gyakran visszajárok a barátaimhoz, és minden évben ez egy esemény, hogy a Schwabbál megrendezésre kerül. Amióta ez van Kocsolán, azóta én minden évben itt vagyok, az elmúlt két évet leszámítva a pandémia miatt. Számomra ennek egy különleges atmoszférája van ennek a rendezvénynek, mert ilyenkor egy évben egyszer összefutok a régi gyerekkori barátaimmal, és ez egy fantasztikus érzés, hogy ilyenkor újra élhetjük a régmúltat egy ilyen csodálatos környezetben, ahol jó zene szól, jó ételek vannak, és mindenki hozza a pálinkáit, borait, és újra élhetjük a fiatalságunkat. Gyerekkori barátomnak a volt barátnője Kocsolai, és úgy kerültünk először ide a Kocsolai Schwabbára. Ők azóta már nincsenek együtt, de mi azóta is járunk ide. Mi valahogy nagyon különlegesnek érezzük amiatt, mert sok emlék fűz minket Kocsolára a barátunk miatt és az ő családja miatt, aki minket vendégül lát mindig, úgyhogy nagyon szeretünk ide járni. A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a település vezetése rendszeresen együttműködik a különböző rendezvények, programok megvalósításában. Fontosnak tartják a hagyományok ápolását és széles körű megismertetését. Ennek része a Schwabbál is, amely a mulatságon túl a közösség összekovácsolását is szolgálja. A Dombóvári Életfa Nagycsaládos Egyesület a nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódóan honismereti völgyfoglaló családi programot szervezett a Nyerges erdőben. A délelőtt folyamán sor került a nemrégiben kialakított játszótér átadására is, amelyet örömmel foglaltak el a gyerekek. Harci járművek, gondolkodást igénylő feladványok, ezek vártak mindazokra, akik kilátogattak a Dombóvári Életfa Nagycsaládos Egyesület rendezvényére a Nyerges erdőbe. Az én ötletem volt, illetve a mi ötletünk, hogy a gyerekek egy kicsit közelebbről ismerjék meg a honvédséget, és ne féljenek az egyenruhától, hanem tudják, hogy mi az, és bátran menjenek egy egyenruhás emberhez. Katonai jármű bemutató lesz, ügyességi pálya földön és a fákon, három állomásos ilyen kvíz kérdések lesznek, és a sásdíjászok segítségével fenn a Mária forrásnál egy bemutató lesz, és mindenféle íjat és lőfegyvert ott ki lehet próbálni. A rendezvény hármas céllal valósult meg, méghozzá megemlékezés, tiszteletadás és csapatépítés lebegett a szervezők szeme előtt. Számos feladat várt a családokra a tó környékén elhelyezett állomásokon, amely feladványok között az 1848-49-es forradalom és szabadságharc is helyet kapott. Rangjelzéseket kell sorba rakni, vagy fát felismerni, akkor van egy piros-fehér-zöld kokárdából összeállított puzzle, ami nagyon nehéz, kivágni is nehéz volt, nem hogy összerakni nehéz lesz, és a Vásárosdombai Általános Iskolától kaptunk segítséget, az ő hetedik osztályosuk az egyik pályán, vagyis az egyik állomás, ott pedig ilyen hungarikumok vannak felsorolva, és onnan ki kell választani a kakukktojásokat. Alapító okiratunkban a magyarság erősítése, és ennek a kihangsúlyozása be van írva, és ezt mi szeretnénk minden évben egy kicsit hangsúlyosabban, honvédség, rendőrség, mindennel, hát közelebb hozni a gyerekekhez, főleg a gyerekekhez. Gyerekek csinálták a feladatlapokat szülőkkel, szóval ez egy ilyen nagy közös munka volt az Egyesület részéről. Az érkező családokat a harci járművek sora után egy játszótér fogadta, melynek a hivatalos átadására is ekkor került sor, tudtuk meg a település rész képviselőitől. Külön öröm számunkra, hogy itt
kint a szabadban egy ilyen játszóteret felújított egy vállalkozás, és tulajdonképpen a gyerekeknek egy jó játszóhely, egy jó program, és nem otthon nyomkodják a telefont meg az egyéb kütyüket, hanem kijönnek a szabadba ilyen jó friss levegőre, mint ahogy most itt is van a napsütés, meg minden egyéb jó. Tehát egy nagyon jó kezdeményezés, de nem egyedi, hál' Istennek. Érezzük a dombóvári vállalkozók támogatását is. Ez már nagyon régóta közkedvelt hely, nem csak a túrázóknak. Itt volt egy jó kis büfé, itt nagy bulik voltak, horgászok birtokba vették és folyamatosan horgásznak, és épp ezért gondoltuk a polgármester úrral, hogy itt egy kis fejlesztés fog nem is kicsit tervezni, évek alatt, nem rögtön most, de az a tervünk, hogy itt egy ilyen tulajdonképpen egy kis turisztikai központ legyen a Gólyavár és ez a rész. Ide nagyon sokan kijárnak kerékpározni, nem csak dolgozni járnak az emberek a Szőlőhegyre, hanem szórakozni is, és ez leginkább az az elképzelésünk, hogy egy jó kis kiránduló szórakozó hely legyen. Az önkormányzat eme elképzeléséhez jó kezdő lépés a helyi vállalkozás felajánlása, a játszótér, melyet örömmel vettek birtokba a gyerekek. Az önzetlen adni akarás ösztönözte a családot, akiknek köszönhetően már nem lesz unatkozó gyermek a kirándulások alkalmával. Nekünk is van itt Szőlőhegyen egy kis telkünk, és nagyon sokszor hallottuk a szülőktől, hogy a gyerekek futkároznak ide-oda a tó körül, de hamar megunják azért ők ezt a sétát, és hiányzott. Régen ugye volt itt játszótér, de nagyon hiányzott itt egy. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy felajánljuk ezt a játszóteret, és már azóta még az átadás meg sem történt, de már nagyon sokan játszottak rajta. Alapvetően így a tényleg alapszükségletek, ami a gyerekek fejlődését elősegíti, a hinta, a kisgyerekeknek az egyik legfontosabb, illetve hogy a nagyobbak is kicsit tudjanak játszani, ez egy elődvár keretében valósult meg, és a rúgós játékot azt nem mi ajánlottuk föl, viszont áttelepítettük az óvodából, és jött a mérleg hinta, ami szerintem mindenkinek kedvence, hiszen a szülők is tudnak egy kicsit besegíteni a játékban. Az egész napos program jó alkalmat adott a gyermekeknek arra, hogy mélyebben belelássanak a honvédség a jelenkor hőseinek mindennapos feladataiba, akik védik határainkat, biztonságot teremtenek a hétköznapi életünkben. A családok örömmel vágtak neki a tó körüli állomásoknak is, hogy az Életfa Nagycsaládos Egyesület által összeállított feladatokat megoldják. Öcsi nagyon szereti a katonákat, ezért jöttünk el. A fiúkat egytől egyig a katonai járművek izgatták, de ennek ellenére a többi program is hozzátett ahhoz, hogy jól érezzék magukat a nap folyamán. Azért jöttünk ide, hogy megnézzük a katonákat. Valamelyik katona járművel beültem, és megnéztem a katonákat. A dombovári Életfa Nagycsaládos Egyesület honismereti rendezvényén több mint 500 fő vett részt, akik katonai tudással felvértezve térhettek haza. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!